Kedves testvérek, a profétálással, a profétai szóval és profétai életmóddal kapcsolatban sok félreértés kering az emberek között, és azt gondolom, hogy talán helyes dolog, hogyha picit gondolkozunk erről. Sokan gondolják, hogy a profétálás az valami jövendő mondást jelent, a jövőről való tudást, vagy arról való beszédet, ami hát lehet része a proféciának, de semmiképpen sem központi eleme. Mások azt gondolják, hogy a profétálás az valami így szól az Úr kezdetől mondalokkal kezdődő, valamilyen erőteljes vagy hangzatos kijelentések, de hát ez pedig inkább stílus kérdése, és egyáltalán nem szükséges része a profétai beszédnek vagy profétai életmódnak. Ezért én inkább két dologra szeretném felhívni a figyelmet az elején. Az egyik, hogy a profétálás az mindig Isten akaratának a meghirdetése és Isten akaratának a szembesítése a világgal. Tehát, hogy mi az Isten gondolata arról, hogy hogyan kellene élni, és hogy ezzel szemben mi a valóság, és a másik pedig a döntésre való felhívás, a döntés Isten mellett. Tehát egy jó példa a történet, amikor Jónás próféta végül elszállja magát és bemegy Ninivébre, és elkezdi hirdetni, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ugye ennek nem ez a lényege, hogy Ninive pusztulását hirdeti meg, mint egy megprofétálja előre, hogy ez fog történni, hanem egy döntése való felhívás, hogy térjenek meg az emberek és térjenek vissza az Úrhoz, és amikor visszatérnek, akkor nem is pusztul el Ninive. Maga Jónás próféta is ezt kicsit félreért, és ezért vonul el duzzogva és haragudva a pusztába, mert hát ugye nem történt meg, és akkor ő most leégett ott az emberek előtt, mert mégsem pusztult el Ninive. De hogyha helyesen látjuk a profétálást és a profétai szót, akkor látjuk, hogy ez mindig a szembesítés Isten akaratával és a döntésre hívás, hogy térjetek vissza. Ezért könnyebb nekem mondjuk elfogadni Medjugorjét, a üzeneteket a Szizonyától, aki ugye hát a legnagyobb evangelizátor és apostol és proféta, mert hogy ott ugyancsak néhány egyszerű mondat van, de annak mindig része a szeretetnek a meghirdetése, a visszatérésre hívás, térjetek vissza az én fiamhoz, térjetek vissza Istenhez. És ezért vannak problémáim az olyan hosszú lére elesztett nagy üzenetekkel, amiket sokan mondanak, amik egyrészt hát mindenféle jámbor látomásokat tartalmaznak arról, hogy ki mit látott, és hogy jöttek az angyalok, meg hogy nem. Másrészt egy ilyen hatalmas károgás arról, hogy most éppen milyen állapotban a világ, hogy már most hogyan kötöznek meg minket, meg hogyan vizsgálnak minket, meg hogyan látnak minket, de közben ebben az egészben elsikkad ez a két fontos momentum, a bűnbánatra hívás, a megtérésre való hívás, a visszatérés Istenhez. És ebből látjuk, hogy Jézus Krisztus, aki pedig hát ugye a tökéletes proféta volt, és a minden profétaságnak a betöltője, ő sem annyira azzal foglalkozott, hogy sorolta volna a rómaiaknak a bűneit, vagy a zsidó félbapságnak a bűneit, ha kellett, akkor természetesen ezt is megtette, hanem egy folyamatos visszahívás volt az atyához, a megtérésre való hívás Isten szeretetéhez, és ugye ugyanezt tették utána az apostolok, és ugyanez történt a későbbi századokban. Természetesen a proféciának része lehet az olyan fajta intés is, vagy olyan fajta előrelátás is, amelyik valamire felhívja a figyelmet. Ugye olvasok az apostolok cselekedetében, amikor Pálnak mondják el előre, hogyha visszamegy Jeruzsálembe, akkor meg fogják kötözni és fogságba vetik, tehát része se lehet, de egyáltalán nem szükségszerű része. Érdemes nézni az ószövetségi profétákat, hogy ugye eltöltenek 40-50, és ki tudja hány évet Isten szeretetében, Isten akaratát hirdetve, és aztán hát az ő könyvük néhány oldal, néhány szó, amit a 40 év alatt képviselnek és hirdetnek folyamatosan. Nem mindig az újdonságnak, nem mindig a fül csiklandozásának az élményében élek. Nem akarok mindig újat mondani. Mondják azt, amit az Isten rájuk bízott, és azt mondják töretlen lelkülettel, és egyébként pedig megélik azt a profétai életmódot, amire mi is mindannyian híva vagyunk. Tehát mindannyian kaphatunk időnként Istentől proféciát, ettől még nem leszünk proféták. Mindenki kaphat ihletett állapotban valamit az Úrtól, ami a saját életére vagy másokra vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy ő neki most egy profétává kell lenni, vagy már fel van kelve profétának. De arra, hogy egy profétai életmódot éljünk, azaz Isten akaratát követve
Krisztusi emberként éljünk egy Krisztus gyűlölő világban, erre hívva vagyunk, és ha ezt éljük, teljesen mindegy, hogy kapunk-e jövőről bármilyen üzenetet, vagy vannak-e nagy csodák, vagy ha minket mondja, menjél be, akkor a miniszterelnök az is mond el ezt vagy azt neki, ugye ezek buta fantáziálgatások lehetnek, de ami egyszerűbb is életünk, a tisztaság, a szeretet, a hűség, a kitartás, az imádságban, az egyházban, a szentmisében és egy krisztusi életmódban, ez bizony önmagában egy prófétai életmóddá teszi a mi életünket, mint egy valóban hegyen épült várossá, ami messziről látszik, gyertyatartóval tett lámpással, amelyik világít, és az Isten erre hív minket. És hogy ebben az életmódban aztán ő kinek az ő tetszése szerint milyen ajándékokat és adományokat ad, hogy ezzel megerősítse az ő életét bennük, és az ő szolgálatokat, az nyilván Isten és a köztünk való párbeszédben zajlik le. Én természetesen biztatok mindenkit, hogy kérje bátran ezeket a karizmatikus ajándékokat, akarja szolgálni, vágyjon a prófétai szóra, hogy Isten kijelentéseket adjon neki, és ezt tudja közvetíteni. De nagyon fontos az életünk a központjában, a krisztusi élet, a Krisztussá levés, a Krisztus testébe való beágyazódás, a Szentlélekkel való élés, szerepelés, hogy ez milyen és hogyan történik meg, az másképp történt meg Teréz anyánál, másképp Pió atyánál, másképp mondjuk Szent Margitnál, mint István királynál, de mindannyiuknál úgy történt meg, hogy az Isten dicsőségére és az emberek javára váljék. Adja Isten, hogy ez a mi életünkben is így történjen, kérjük ehhez Istennek minden kegyelmét. Amen.